Én nyitottam. Nagyszerű. Akkor sziasztok, üdvözlünk mindenkit az LNDHQ-n. Itt van ma velünk Duci Max. Sziasztok. Itt van ma velünk Volio. Sziasztok. És a kamera mögött Wendy. Sziasztok. Azért gyűltünk össze, hogy egyrészt a hölgy és az úr beszámoljon nektek az Alpine Cup-ról, amiről nemrégiben tértek haza, ahol mind a ketten csapatban és egyéniben is versenyeztek 40K-ban. Illetve sikerült őket arra is rábeszélni, hogy nem kellett annyira unszom, szerencsére nagyon szeretnek játszani, hogy utána pedig felvegyünk egy 2000 pontos battle reportot, amikor is a Votánok, ugye Duci újabban most már Votán vizekre elvezett, fognak játszani Oriónak a Chaos Space Marine-je. Végre festett. Így kezdjünk is akkor szerintem bele. Először ide hozzád fordulnék, te ugyebár elvileg a 40K-ban még nemzetközileg ilyen szempontból nem voltál nagy versenyen. Mik voltak a tapasztalatok? Hogy tetszett? Mennyire volt más, mint a Blood Bowl? Ahol viszont rengetegen itt voltál már. Hát nagyon jó volt egyébként. Már igazából már tavalykor néztem felvételeket, már akkor nagyon tetszett, és elfogott a hangulat. És így azt tapasztalni tényleg, ilyen nagyon kedvesek voltak az ellenfeleim. Többségében. Igen, de egyébként így nagyon hangulatos volt az, amikor a 360 ember egy csarnokban ott ugyan 40K-zik, az ilyen nagyon szép figurák voltak, hangulatos, szóval én nagyon-nagyon élveztem. Maga a környezet, a szervezés? Már nem tudok beszélni. A szervezés az szintén szerintem jó volt, profi, bár az elején voltam olyan, hogy kicsit lassan reagáltak a figurás kérdéseinkre, hogy ezt lehet-e hozni, vagy nem. De utána aztán én is mondtam a többieknek, hogy valószínűleg azért, mert közben valami más is szerveznek. Szóval utána meg felpörgött, és utána minden gördülékenyen ment. A versenyen meg tényleg minden gördülékenyen ment, szóval nem éreztem semmi olyat. Asztalok, terepek, matok? Rendben voltak, körülbelül erre számítottál? Igen, volt egy-kettő, ahol egy-két, amikor volt az, hogy olyan matok voltak, ami a szélén fel van incsezve. Uh-huh. Nem mindig látszott, de azért volt az incsmérőnk, hogy akkor azért azzal kiegészítjük. De egyébként nagyon jól meg volt szervezve, hogy mindig úgy kérték, hogy a következő körre rakjuk fel a terepeket a következőknek, és volt egy kis QR kód, amit le lehetett olvasni, azon rajta volt azon az asztalon, milyen küldetéseknél milyen terepek vannak, és csak átrendeztük, és így nagyon-nagyon tényleg jó volt. Akkor pozitív volt. Tehát aztán fogsz még ilyenre menni. Szeretnék, igen, szeretnék. Duci, te viszont rutinos versenyre járó, vagy rutinos nemzetközi versenyre járó vagy. Te mit tapasztaltál? Javult, romlott, ugyanolyan maradt? Hát Isiknek is Kevinnek, meg ugye az egész szervezői bandának nem ez volt az első rodeója, úgyhogy sok tapasztalatból tanulva most új helyszínre mentek, mert gyakorlatilag ez volt a legnagyobb eddigi Alpine Cup. Kinőttük az eddigi sportcsarnokot, amiben volt, majd látni fogjátok a felvételeken is, hogy tehát már nem egy sima sportcsarnokban van, konkrétan egy fedett teniszpályát kellett kibérelni, ahhoz, hogy elférjen ennyi asztal. Tehát az, hogy első napon tényleg mennyi 160-170 egyéni játékos volt, második napon pedig 70 csapat, tehát 350 ember, így egyszerre 40K-zik, ahhoz azért már kell egy kis hely meg logisztika. Nem is kicsi, igen, nyilván, hát rengeteg asztal, rengeteg terep, rengeteg minden. Ami nem volt teljesen oké a helyjel, tehát hogy kevés volt a mellékhelység ennyi emberre, de hát ez még nekik is új volt. Klasszikus probléma. A női WC-ből elég volt. Női játékosok számára tekintetében igen. Be kell lógni Hát nem tudom, hogy azzal előrébb lettünk-e volna, vagy sem. Mindegy, nagyon jól megoldották az ellátást, nagyon jól megvolt, hát a bírózás nagyon jól megvolt oldva, bár ezt a másik magyar csapat egy kicsit máshogy fogja látni, mert nekik volt egy ominózus esetük. Nem merem elmondani, mert csak másodkézből tudom, és nem akarom úgy mondani, hogy valamit így rosszul mondok. Hát, hogyha őket is sikerül majd így mikrofon végre kapnod egyszer. Valami úgy volt, hogy a bíró, aki oda ment hozzájuk, máshogy döntött, mint ami egyébként a nap elején mondtak, hogy policy mindenki tartsa magát, és na, szóval így oda-vissza.
mennek a dolgok. Nem volt annyira egységes a bírózási kérdésben. Nem, nem. Igen, hát az előfordul, hogy problémát jelent, de alapjától akkor neked is pozitív volt a tapasztalatod? Magával a rendezvénnyel igen, a játékosokkal, hát... Kifogtad a hülyéket. Kifogtam a hülyéket, igen, tehát hogy... Egyébként iszonyatosan jó meccseim voltak egyéniben is, viszont volt két olyan ellenfelem, akik hát nem annyira baráti módon játszottak, hát így... Nem tudom máshogy mondani, egy meccs. Vagy kisipoljuk. Igen, ez azért úgy meg tudja egy kicsit keseríteni ugye a teljes élményt, de például most először játszottam Wotan Mirrort, és ennyit szerintem még életemben nem röhögtem. Hát idén még nem röhögtem egy meccsen. Az mondjuk nagyon jó volt. Jó, akkor nézzük kicsit a versenyről, meg ugye az eredményekről a tapasztalatot. Kezdjük talán akkor a single-lel. Virág, te hogy érezted? Milyen csapatot vittél? Hogy alakultak a meccseid? Kikkel játszottál? Káosz Space Marine-t vittem, egyetlen seregem, szóval most még ez így könnyű, bár nem sokára, hogy lehet, hogy lesz majd egy ember a Children, nem is, bár az nem sokban fog eltérni valószínűleg. Hát most még. Aztán majd kiderül. És hát én úgy mentem oda, hogy ha egyet nyerek, az nekem bőven elég, én tökre örülni fogok. Hát volt olyan, aki közölte, hogy minden ellenfeled olyan lesz, mint Csasszi, meg az Iván Jericsi, meg a Pusztrejene, ó, ez nagyon durva. Aztán azért Duci megnyugtatott, azért nem ennyire durva a helyzet, de azért biztosan kerülhet, hogy ez egy vint így belőttem magamnak, hogy azért annyit szeretnék, aztán ha ennél több lesz, akkor csak pozitív. Az első ellenfelem egy kusztódesz srác volt, és hát szegény, ő egy kicsit ilyen kezdőbb volt, és ő igazából ott még a 9. szabály szerint próbált játszani, aztán néha így kellett korrigálni, hogy a 10. már nem teljesen így van. Szerencsére így teljesen le tudtuk kommunikálni, ha valami azért nem volt biztos, hogy nem teljesen akar, inkább rákérdeztünk egy bírónál, de rendben le volt a meccs, több barátságos volt, szóval így. Mindenent, ezt sikerült megvernem. Akkor a kóta az volt. És akkor meg is volt, igen, hát mondtam, hát egy győzelem, akkor nekem már innentől happy. A második ellenfelem egy Hypercrypt, vagy az a teleportálós Necron. Igen, Csúnya Necron. Hát az csúnya is volt, az hát rosszul is pozícionáltam, szóval hibáztam is, de nagyon jól is játszott. Jól is dobott, de hát, de igazából ez nem húztam fel meg, mert láttam, hogy a tudása is megvan, szóval nagyon jól játszott, nagyon jól pörgött, szóval így látta a dolgokat, tudta, hogy hova kell, szóval jól csinálta, hát ő 20-0-ra megvert, de a végén az egész bajnokságon ő a 4. lett, szóval azért nem is látod, hogy tényleg nem a legrosszabb közül való. A második meccsem... Harmadik, bocsánat, igen. Az... Hú, most az így hirtelen. Már kezdtem. Jó, hát 10 meccset játszottál. Igen. Meg már 2 hete volt. A harmadik meccsem egy... Igen, egy Space Marine volt. Ez a Vanguardos Space Marine. Vele is jól szórakoztunk, sikerült megnyernem. Azon a két én. Szóval én nagyon... 100%-at túlteljesítetted a kótát, igen. És hát én nagyon örültem neki, és akkor ott este a sörözésnél ott így beszélgettünk a srácok, hogy tök jó, hogy egész jól állok. És ott a Dini nézte a rendményeket, hogy ő éppen a legjobb tau volt, én meg aztán a frakcióban a második helyre álltam, és hogy mondták, hát akár még a frakcióvin is meg lehet, és mondom, hát azért nem gondoltam, azért gondoltam, hogy azért úgy jöttem ide, hogy majd megnézem, hogy aki legjobban teljesített frakcióban, majd mit tudok oda lekopítani, mi volt az a sereg, amivel a legjobb frakció lett, de azért, hát ha már van rá esély, meg tényleg nincsen sokkal előttem a másik, akkor meg kell próbálni. Így a másik nap első meccsem, a egy Necron, a Canoptech Necron volt. Másik csúnya Necron, igen. Ő volt az, aki a második körben, nem a harmadik körben. Én így megéreztem, hogy ez a belső hang így megszólalt, hogy oda kell leraknod. És akkor a kis raptoraimat ráraktam a objektívára, hogy ti ezt őrzitek.
meg ott volt még a Vindikátor, és a pont kihúzta a catcheren, ami ott posztott, és a vrétekkel be tudta rohamozni a Vindikátor, és hármat rátott. És előtte kérdezte, hogy hány OC-val vagyok ott, és mondtam, hogy itt az öt Raptor, bár szerintem csak négy volt rajta, akkor is négy legalább rajta van, meg a Vindikátornak a három OC-ja, szóval mondtam 7-8. Mondta, rendben. Belromozta, ott egy kicsit, volt egy épület, kicsit nehezen tudott mozogni, meg ott így nehezen tudta azt így kisakozni, de azért nagy nehezen az előtte-utána lévő mozgásokkal hármat rárakott az objektívára. És mondta, ez 6 OC, akkor az enyém, megvan. És mondom, de nem, nekem ez még mindig 7. Mi van? Akkor te nyert, és így kirohant. És én néztem. Te is kifogtál egy hülyét. Jó, akkor. Nem, most ez így mi történt? Szóval én ezt nem értettem. És ott álltam, vártam egy picit, hogy hát, ha visszajön. Nem, és utána oda mentem a bírókhoz, hogy ez történt, mi van? És akkor jött velem az egyik bíró, hogy jó, akkor játsszuk végig. És olyan, mintha letelt volna a köre, vagy a ideje, hogy akkor én léptem, meg mozogtam, én már csak a mentőket dobtam, meg az, ami esetleg voltak a lappontok, azt írtuk fel neki, de akkor ez így végül egy így 20-0 lett nekem. Valószínű így is úgy megnyertem volna, mert már így is jobban álltam, és mert neki ez a mozanat nem sikerült, így azt az osztagot valószínűleg le tudtam volna szedni, és akkor valószínű, akkor, de nem biztos, hogy ekkora különbséggel sikerült volna. Utolsó ellenfelem egy Thousand Suns volt. Már rögtön mondták, hogy ez egy nagyon jó játékos. Mortal Kombat, igen. Egy tényleg nagyon, nagyon jól játszott, szóval őt is így élvezett volt nézni, hogy játszik. Szóval az a, látszott, hogy direkt minden távolság, hogy pont annyi, hogy ne tudjam lőni, hogy pont úgy forgatja a kis fegyver. Minden, szóval én nagyon élvezett volt nézni, hogy játszik. Ilyen elvarázsolt, hogy én tökre élveztem, és nagyon aranyos is volt, és egyetlen egy pontom múlt, hogy nem lett döntetlen, és ő nyert, szóval így 11-9, de nagyon jó meccs volt, és az nekem nagyon feldobta az egész singles, hogy hiába kaptam ki utasán, de az annyira ilyen feltöltött az a meccs, hogy az ilyen nagyon jó élmény volt, és utána még megnyertem a Best Faction-t is. Hatalmas gratuláció. Így két veresége, így nem gondoltam volna, de így jól esett. És akkor utána a másik két csapat srácok segítettek a kicsit a megbeszélni a párosítást, mert az én csapatom később érkezett, nem jöttek singlesre, és így nem tudtam, hogy mennyire lesz időnk rá, mert hogy elég későn is értek oda, mert hogy kicsit megcsúsztak az indulással. És akkor így átbeszéltük, hogy mi az első csapatunk, és tök jó volt így, hogy kicsit ilyen, hogy tudtunk arra készülni, aztán azért első, utána, amikor megérkeztek a többiek, akkor velük is megbeszéltem. És hát egyébként így tök jó volt, mert amit megjósoltak a cségéjék, hogy mennyire fogunk kikapni valószínűleg, így kb. Tényleg annyival kaptunk ki. Bár nem teljesen úgy, ahogy meg lett jósolva, mert hogy a Dalinak például sikerült nyerni, akit így akkor még úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy van neki jó meccsepje, de ügyes volt ő is. Igazából a csapatból mindenki ügyes volt, de az elsőleges új is az volt, hogy jól érezzük magunkat, mert aztán Gergeroszon, meg Patrikon kívül még többiek nem voltak külföldi versenyen. Patrikot nem tudom, hogy 40K-n volt-e, azt tudom, hogy ahol sem volt, de nem tudom. Szóval mi hárman meg ilyen holtkezdőként ott voltunk. Hogy csak itt csak meg a csapatról később, úgyhogy hagyd mondja el a szívőélményeket. Nem tudtam, hogy az így. A csapatról úgy, hogy beszélgetek. Hát az én eredményeim, ez kevésbé voltak jók. Igen, volt 3 win, meg 2 lose. Igen, nálam 1 win volt és 4 lose. Akkor te valami nagyon botaggyilkos dolgot kaptál. Hát ugye elsőnek, amit megnyertem, kikaptam egy nagyon Monster Heavy Tyranidát, ami hát papíron semmit nem tudtam volna vele kezdeni, aztán gyakorlatban meg az jött le, hogy ő se tud velem mit kezdeni, tehát ugyanúgy lepatantunk egymásról, csak egy ilyen minimálisan jobban voltam pozícionálva, több OC-val tudtam rajta lenni, meg ilyenek, tehát egy 11-9-re, de sikerült megvernem, ami engem lepett meg a legjobban, őszintén szólva. Jó volt, na. Második, harmadik ellenfele mindkettő egy-egy Castades lett, ami viszont tényleg azt tehát, hogy ki a tankosabb versenyt, azt ellene nem lehet megnyerni. A második meccsem, tehát az első Castadesem, ő 2 darab nagy tankkal jött,
Papíron ellene lettem volna jobb, gyakorlatban, hát, hogy picit furán játszott, nem volt annyira rossz, de azért nem is élveztem annyira. Mindegy, azt elvesztettem, nem elsősorban miatta, hanem elsősorban azért, mert megint előjött a szokásos kezem. A kocka, igen. Hát ez van, amikor mennyi 10 darab 3 pluszból összesen 2-t tudsz megdobni. Vannak azok a napok, igen. Igen, tehát Land Fortress kuka. A másik Cassodes játékos viszont nagyon jól játszott, nagyon korrektül játszott. Az konkrétan élvezet volt megveretni magam, hogy így mondjam, tehát vannak ilyenek. Ő csak Infantry Cassodest hozott. Igen, tehát amikor mindenhol ott tud lenni, mindenhol megpróbál tankolni, ez nem mindenhol sikerül, tehát azért ott jól tudtam magam tartani, viszont látszott, hogy ő többet gyakorolt, Votan ellen is, tehát hogy jobban átlátta az egészet. Látta, hogy mit kell kivenni. Igen. Most így hirtelen emlékszem az eredményre, talán 13-7 lett. Szerintem elég stabil azért, tehát 7 pontot hozni Cassodes ellen azért azt mondom, hogy az teljesen jó. Ez még ugye a régi Cassodes, nem most így a Codex utáni. Van szokogás rendesen, de ahogy láttam, van is miért. Második nap első meccse, tehát ott felkészültem arra, hogy ott megint keresztre húznak, tehát hogy az első, először úgy nézett ki, hogy az ellenfelem az egy Hypercrypt-ról lesz, aztán utána kétszer lett újra sorsolva. Igen, mert hogy első nap után ledroppoltak az emberek, aztán még kiderült, hogy nem jönnek el, mert még csak meg se nyomták a drop gombot, hanem csak egyszerűen nem bukkantak föl. Ennyire tud lenni nemzetköziben is? Hát azt gondolom, hogy azért komoly emberek vannak, tehát akik nem... Így, hogy csapatverseny van utána, így azért elő szokott fordulni, tehát csapat droppolásról egyszer hallottam összesen, vagy talán egy esetre emlékszem. Viszont nagyon sokan vannak, akik úgy az első nap annyira elfáradnak, hogy inkább azt mondják, hogy kiadják a másodikat, hagyják az eredményt, és akkor rápihennek arra, hogy csapatversenyen meg tényleg a legjobb formájukat nyújtsák. Nem feltétlen korrekt, de megszoktuk. Én megint azt mondom, hogy minek ment, tehát aki nem akar ezt játszani. Teljesen igazad van ebből a szempontból, de valamiért náluk ez belefér. Uh-huh. Na mindegy, szóval utána kétszer lett újra sorsolva, és mindkétszer ugyanazt a Votan játékos kaptam. Az volt a Mirror, egy kicsit más fajta sereget hozott, tehát nála két Land Fortress volt, meg kevesebb Terminátor, meg nem voltak Thunderkinek. Hát, és ott igazából azon múlott, hogy megvert végül, hogy elfelejtettem Rapid Ingresszelni. Megesik. És jól megtárgyaltuk, hogy gyakorlatilag azon múlik, hogy Votan versus Votanba ki nyer, hogy ki tudja később lehozni a mindent megölő Terminátor osztagot, ki tudja a másik után lehozni, hogy igen, inkább így mondjuk. Egyik ki tudja nyírni a másikat. Uh-huh. És tehát így folyamatosan pufogtattuk a törpe vicceket, és söröztünk, és annyira jó volt egyszerűen, tehát így konkrétan tehát szétrőgtem magam, meg ő is. Hát, így kegyveresítni és jól érezned magad. Igen, ez így működik, és aztán jött az utolsó meccsem, ami azóta is, tehát így 20-szal felmegy a vérnyomásom, hogyha rá gondolok. Tehát, hogy, ez volt az egyik hülye. Igen, ez az a hülye is volt, hogy te azt hiszem harmadiknak kaptál ki, ez a Vanguardos ultramarin sereg. Csak tehát nem tudom, hogy ellened is ilyen hülyén játszott-e, vagy csak ellenem már teljesen elgurult nála a gyógyszer. De folyamatosan, tehát az órával is volt egy kis, hogy mikor kapcsol át, meg mikor nem kapcsol át. Akkor távolságoknál is volt egy pici pontatlanság, amit minket olyan, hogy oké, csináld. Meg ilyenek, tehát, hogy az a kockát onnan vedd el, mert az engem ott zavar, meg ja, minden. Az nálam, igen, az nálam volt, az igen. Szóval ja, ez minden persze az én időm, de ő órázta ki magát a végén, szóval mindegy. Meg hát ugye kétszer kellett hozzánk bírót hívni, egyszer azért, mert miután már a lövésházisban letakarított a két egységemet, akarta behozni az egyik osztagát, mert hát elfelejtette, de hát az én hibám, mert nem szóltam.
meg hogy levette a screenednek a harmadát, az is valószínűleg teljében, és utána akart behozni valamit. Igen, az érdekes dolog. Igen, hívtuk Mirót, aki azt mondta, hogy hát igen, plusz ez nem is kötelező deepfake volt, hanem ugye már levet egységet visszarakni, tehát az nyugodtan várhatott volna még egy kört, amit végül meg is tett. Hát mondtam, hogy egyrészt ez, tehát a videó mondta, hogy igen, ez lehet, hogy nem teljesen sportszerű, de mivel látja azt is, hogy ez miért problémás, ez azért az én döntésem, és az eddigi játéka alapján úgy gondoltam, hogy most én is megérdemelhetem egy kicsit, hogy azt mondjam, hogy nem, ezt itt befejezzük, már ezt a hülyeséget. Aztán végül kiórázta magát, annyi volt ugye, hogy kicsit korábban kezdtünk, így a mi óránkon 4 perccel kevesebb volt az összidő, mint amennyi ténylegesen vissza volt a játékidőből. Igen, ezért Bíró odajött, és mindenkinek adott még másfél percet, tehát neki másfél perc, nekem meg amennyi van az órán plusz másfél, tehát az mindegy. Sok. Ő még kapott egy esélyt arra, hogy játszom. Az a másfél perc alatt a kis kézi játékával összecsak még magának 16 pontot, úgyhogy mindegy, tehát még meg is vert. Tehát ez volt az egyetlen olyan meccsom, ami ténylegesen azt mondanám, hogy rossz volt. És ez egy kicsit úgy rányomja a bélyegét az összélményre is. Igen. Igen. Mindegy, próbálom elfelejteni, majd el lesz felejtve egyszer. Jó, rendben van. Akkor térjünk át a csapatra, és akkor ugyanúgy világelőször te meséld el az élményeidet, hogy alakult. Azt már mondtad, hogy volt, hogy eléggé lazán vették a srácok a taktikai felkészülést, mondjuk úgy. Hát igen, de igazából meg is beszéltük, hogy elsőlegesen jól érezni megyünk oda, szóval nem is a metasereket hoztuk. Mi voltunk a egyik olyan kevés csapatok egyik, ahol nem volt nekron, meg ilyesmi. Viszont minden más ellenfelünknél volt nekron. Igen. És na, és hát meg is történt az első sorsolás, hát megkaptam egy nekron kanopteket. Hát ott rögtön így mindenki mondta, hogy ez nekem nem jó matchup. Hát meg kell próbálni. Ott elszaladt az asztaltól. Meg kell próbálni. Lehet ilyen nekron zongát. Hát szoros meccs Fézeut. Volt. Szoros meccs volt. Csak nem jön vissza. Nem dobtam el a kettőt. Biztos. De a végén egyszer 12-8-ra sikerült nyernem. Na. És ez végig is ment rendesen? Ez minden más meccsen már végig ment rendesen, igen, aha, szerencsére. És a csapat az kikapott, de a srácok egyébként ügyesen játszottak. A következő ellenfelem szintén nekron lett. Őt is sikerült ilyen szorosan megvernem, szóval az ilyen, no hát akkor én mondjuk a nekronveré. De mondjuk ez a mind a kettő kanoptek volt, a hype-ekrétel valószínűleg még mindig nem tudtam volna mit kezdeni. Bár voltak elképzeléseim, de szerencsére nem kaptam egyet sem utána. Utolsó meccsem a szombatenapon egy pusztódesz srác ellen volt. Ott a kezem az így azt mondta, hogy most dobni kell. És tényleges, amikor a Trajan beroham, már csak egyedül, mert hogy szerencsére meghalt a körülötte lévő kis babák. Az se egy kis szó azért. De azért mázli volt, mert így a módosítók így mentek rá, mert hogy csak akkor ignorálja a módosítókat, ha vannak körülötte a unit. És akkor beroham, és akkor kihúzta az assassination-t, és berohamozta a terminátoraimat, ahol voltak Chaos Lordom, és hát kihívta, elhasználta egy CP-t, hogy kihívja, és a 12 ütéses, hogy 12 ütősön azt választotta. És ráadásul sustain hittel, szóval a végén 14 találat volt neki, de a mázlim az volt, hogy hogy akkor egyesével dobáltam akkor a három, mert én még ráraktam a Armor of Contentet, és alapból sebzés felezése van a Lordnak. Uh-huh. És egyesével dobáltam le a kockákat, és kettő ment összesen, így egy élettel ott állt a Lord, hogy... Hát ez amikor meg ezt a napot, most mindent megdobok, figyeld? Igen, hát az egy nagyobb győzelem volt, egy 17-3, de... 3 win? Mondjuk a best of frakciótól el is várjuk. Igen, és akkor én is így mentem hozzá, hogy 3 win, hogy áll a best of frakciómban, egy ponttal vezetek, akkor az is meg lehet megint talán. Meg is lett végül, nem? Meg is lett. Na, kérem. A második nap
első meccs, megint az volt egyik a legrosszabb, nem tudom, hát a negyedik meccs, lehet, hogy akkor még mindenki fáradta, vagy valami, de ott egy Wordhitter-es srácot kaptam, akit egyiket a single majd majdnem összesorsoltak, és már szemeztünk egymással, hogy most jól összeverjük egymást, amikor átsorsoltak utána, hogy a máshova. És most ellene játszottam, és igazából az a meccs is azon múlt, hogy az utolsó kockát, hogy visszajött az utolsó körben neki agron. 3-6-os, igen. Igen, kihúzta a kapcsolatban az outpostot, és le tudta úgy rakni, mert ugye én is már előre törtem, hogy foglaljak el minél több pontot tőle. Le tudta úgy rakni, hogy akár hogy 9-re, sőt neki 8-ra, mert aztán plusz egy tak rohamra. A választató nem lehet, igen. Elérje a kultistákat, és 2 darab 6-osra volt, és így... Na, ez nagyon az a mázlió volt, hogy akkor nem tudta megdobni azt a rohamot, így 11-9-el nyert, ez vagy tényleg az olyan hajszál volt, hogyha ha azt megdobja, akkor még ő is nyerhetett volna. Az utolsó meccsem előtt így néztük, hogy kit kaptunk ellenfélek, és néztem, hogy megint már egy nekrokon adották, és az ilyen egyszerűbbnek tűnt, mondom, hát ha kell, akkor megint elhozom a nekront, mert hogy már 2-szer vettem nekrokon adatokat, sőt 3-szor, akkor ez jó lesz. Erre megjelent az űrge, aki a single összön volt, mondom, nem akarom a nekront, bármit, csak a nekront, nem! Bármit, csak a nekront, nem! És végül megkaptam a Space Marine Iron Storm, a gépes, amikor sok gépje van, meg minden. A barkoló, igen. Igen, és ráadásul a srác az Romániából volt, szóval tudott magyarul, és az nekem már tök jó esett, hogy utolsó meccset tudtunk magyarul végigbeszélni, és akkor nem kellett angolozni. És az is szoros volt, azt hiszem 13-7 lett a vége, de végén azt is benyomszom, szóval a végén 5 győzelmem lett, így képzem. De biztos a csapatkapitányom volt, hogy jó volt a párosítás. Igen, mert az, hogy mind a kettő nem vitted a best frakciót, az csak egy ilyen... És így is, és akkor így sikerült a best frakciót, és akkor elvinni itt a csapatba is. Köszönöm. És a csapatnak hogy ment egyébként? A csapat ügyesek voltak, hát Bence szegénykém, hát neki nem sokat tudott gyakorolni mostanság, mert meló meg minden, így ő neki 5 lúza lett, de... Hát akkor azt ki is egyetett a te 5 lúza. Meg a GK az úgy nézett ki, hogy nem mindenkinek ment olyan jól. A Daninak 3 vinnye lett, Gergerosznak 3 vinnye lett, és a Patriknak 4 vinnye lett, szóval ügyesek voltak. Meg igazából az volt a lényeg, hogy mindenki jól érezte magát, a Bence is mondta, hogy hú, hát legközelebb is jön, csak hogy többet fog gyakorolni, és akkor jobban fog menni, és így tök jó volt, hogy jól éreztük magunkat. Amúgy 3 döntetlent sikerült behúznunk, de volt olyan, hogy 3-at, vagy 4-et nyertünk, 3-at is nyertünk, de volt olyan kör, amikor 4-et nyertünk, és úgy lett csak döntetlen. De hát ezek sok kicsi. Igen, és akkor... volt egy nagy lúz. De nem baj. De lényeg, hogy mindenki jól érezte magát, és ez volt az elsőleges. Nagyon helyes. Jó, akkor örülök, hogy ez sikerült egyrészt a frakcióvin, meg hát azért a csapat is akkor jó szerepet is volt, ezt tök jól hallani. Hát így első nemzetközi versenyre úgy, hogy 3 döntetlenet behúztatok, szerintem teljesen jó. Sokkal jobb, mint a mi első csapatversenyünk Athénban. És most mi volt? Hát most mondjuk, hogy hoztuk az 50%-ot, tehát nálunk a csapat az 2 winnel, 1 döntetlennel és 2 lúzzal zárt. Elsőre így kikoptuk a Reisen Groupot, ami talán a legjobb német csapat. Nem tudom, hogy ők a német válogatott, tehát a második, de nagyon jók voltak, tehát láttuk itt előre, hogy hát ebből itt probléma lesz. Viszont szerintem az elején azt nem láttuk, hogy nem vágtuk, hogy ez így mennyire vannak fölöttünk, úgyhogy ez lett egy olyan, ahol az 5 játékosból 5 lúzt behúztunk. Én a magam részéről itt kaptam ki a Black Templar parkolót, Red Templar igazából, mert pirosra volt festve az összes, de hát ugye a Black Templar jármű az mindig jobb, mint a sima Space Marine, mert egy multimelta a tetejére csavarozza, mindig jobb. Nagyon jól játszott egyébként a srác. Az más kérdés, tehát, hogy itt is cserben hagyott a kezem, tehát, hogy na, jó, hagyjuk, tudom, nem illik erre fogni. De hát stabilan osztam 7 pontot. Lehetett volna jobb is, lehetett volna rosszabb is, hogyha, tehát ő se dobott azért úgy, mint az Isten. Szerencsére. Csak még annál sokkal szarabbul. Igen, az kellemetlen. Igen,
hát azért tudtam hozogatni pontokat, így lett csak 13 hétre vert meg, de hogy többieknél is, tehát a párosítás is egy picit elcsúszott, mert tehát, hogy arra nem számítottunk, hogy parkolót rakják a Votánra, ami papíron a legrosszabb ellene, tehát így legrosszabb esetben is egy 10-10-re satszoltuk, az pont azért, mert ami jármű, az én ugye a tokenek, meg az Anti-Vehicle 2 plusz miatt kellene hoznom. Készét kell tudod, hogy várni. Igen, igen. Kellene, mindegy. Szóval ezt így kicsit elszámoltuk, és így ez, úgy érzem, hogy kicsit kihatott a morálra is, hogy és másodjára, azt hiszem, hogy osztrák csapatot kaptunk, de szintén német ajkú volt. Szóval ott azért az hozható lett volna, viszont egy kicsit még mindenki el volt így szontyolodva, ezért másodjára is behúztunk. Nagy volt az első pofon. Másodjára is behúztunk, azt hiszem egy fullúzos csap volt, talán egy vinünk volt, de nem vagyok benne most így biztos, majd vissza kell nézni. Az a lényeg, hogy ott is kikaptunk, és az is eléggé csúnya volt. Ott a második ellenfelem az most vissza kell emlékeztem. Ha nem megy, akkor váltatunk a következőre. Na mindegy, az mondjuk, hogy ott is 13 hét lett a vége. A tisztes helytállás azért az. Igen, és tehát, hogy talán itt is a legtöbb pontot is szereztem. Nem, ott sem, nem, rájöttem, ott sem volt vinünk, tehát, hogy... Igen. Harmadjára kikaptunk szintén egy osztrák csapatot, akik úgy picit így a kezdőmezőnyből voltak, legalábbis érzésünk szerint, és hát ott volt egy drukári játékos, akit végül besorsoltak engem. Az a lényeg, hogy hoztam minden ellenséges csapatnak egy ajándékot, egy üveg bort. Ameddig elszaladtam érte, addig már ment a párosítás, és visszaértem, hogy ezt kapjátok, srácok! És így odafordul, hogy drukári ellen játszol. Annyira utálnak titeket. Annyira. Ez a transportos kibeugrálós? Ez a transportos kibeugrálós. Drukári ellen játszani, hát kell hozzá egyfajta türelem. Nem azért, mert milyen a játékos, hanem egyszerűen a frakciónak a trükkjei, amik be vannak építve, hogy a Vincenzébe, egyszerűen annyira frusztrálóak tudnak lenni, hogy az nem igaz. Viszont én néztem a legnagyobbat, hogy oké, a srác sem volt a legjobb játékos, de amikor egyszerűen a Votan statokról lepattant konkrétan bármilyen damage outputja, akkor azért ott én néztem, hogy what? És az a lényeg, tehát a végén annyira kevés egysége maradt, és ami maradt, azzal se tudott letolni az objektíváról, és még az utolsó körben nagyon jól húztam a másodlagosokat is, úgyhogy végül 15-5-re sikerült őt megverni, ami meglepő eredmény volt, és így látszott a végén, hogy konkrétan, tehát, hogy ő ott itt eltört szegény. Tehát, hogy így, amikor így látod az ellenfélen, hogy azt érzi, hogy itt ő, ha vért izzad, se tud semmit csinálni. Én nem szeretem az ilyen játékokat, de ez most így alakult. Hát azért a két lúz, meg a két nagy pofon után valamennyire biztos. Igen. Ez végül úgy alakult, hogy talán egy vagy kettő ponton múlt, hogy nem nyertük meg, és csak döntetlen lett. Igen. Hozzá kell tennem, hogyha a végén nagyon szőrös szívű vagyok, de már nem volt pofám srác, akkor még egyet be tudtam volna húzni. Mondjuk vigasztal, hogy azzal se lett volna, tehát nem ezen múlt. Nem a jó indulatodon múlt. Igen. Aztán lehet, hogyha többiek is pontosan ugyanebben a cipőben vannak, akkor mindegy. Bocs, srácok. Elismertem, igen. Második nap így mentünk neki. Most így belegondolva, az összes ellenfelünk vagy osztrák, vagy német ajkú volt. Hát ugye a helyi csapatok, meg akik a szomszédból ide jöttek nekik is. Második napnak úgy indultunk neki, hogy oké, itt most már nagyon jó esélyeink vannak. Úgyhogy be is húztam én egy Canoptech Necront. Na, akkor is kaptál ilyet. Ott már én úgy voltam vele, ami nem kevésbé frusztrálta a szegény kapitányunkat, hogy mindenre úgy mondtam, hogy persze, rakjátok rám. Megoldom. Neki ha nem is, is kaptatok. Ha nem is nyerek,
Nem baj, nem fog rajtam sok pontot húzni. Ez majdnem így történt, itt 6-14-re lettem megverve, ami nem 20-0, és ez azt mondom, hogy nagyon jó eredmény. A srác dobhatott volna egy kicsit rosszabbul, ugye a 4 plusz invuk és az 5 plusz Phil Nopé-nek. Meg volt egy olyan szerencséje, tehát amikor egy Void Dragont sikerült megölnöm egy katánt, tehát úgy egy sor tűzből, ami tök jó volt meg minden, csak aztán felrobbant, és mindenre 6 mortál wundot osztott így maga körül, tehát hogy oké, hogy megöltem, csak nekem sem maradt semmi az objektíván. A végén még majdnem neked fájt jobban, igen. Igen. Tehát, hogy a katán még mindig fáj, a vrét az valamit kell vele csinálni, mert az még mindig olyan, hogy matematikailag nehéz. Nehéz leszedni. Nem bánt annyira, csak fúra nézd le akarni. Bántani is tud, ha akar, de ahhoz az kell, hogy a kockák is kijöjjenek, neki kijöttek. Mindegy, 6 pontot írtam rajta, viszonylag jól jártak a másodlagosok, mert primaryt azt nem nagyon engedett, de a többiek viszont sikerült tarolniuk a mezőnyt, úgyhogy ezt a kört azt megnyerte a csapat. Utoljára pedig, hát nem tudom, szerintem az utolsó az német volt, ők, hát rajtuk láttuk, hogy ők nem a legerősebb csapat, úgyhogy így ezt így becsületből az utolsót be kell húzni. Hát mondanám, hogy Craftfordot kaptam ellenfélnek, de nem egészen, tehát egy Inarit, amiben úgy fele Drukhari, fele sima Eldar, csak azért, hogy egy bizonyos kombót össze tudjon hozni. Nem tudom ezt, mennyire ismerik az emberek. Az mondjuk, hogy amikor ezt a detachmentet használja, akkor a Drukhari egységekre is használhatja az Eldari stratagemeket, mert a keywordok az úgy stimmelnek ilyenkor. És van egy ilyen, hogy Blaze Storm, ami azt mondja, hogy critical wound-on, tehát hogyha 6-os dobtuk wound-ra, akkor 2-vel jobb az AP-ja annak a támadásnak. Aztán, hogyha ezt Drukhari-ra használod, aminek anti-infantri 3 pluszos fegyverei vannak, akkor az azért, igen, ott azért nagyon durva AP-kat be lehet húzni. És gyakorlatilag erre építettem majdnem a teljes seregét, ami nagyon jól működik addig, amíg infantrit lő, és annak az infantriak nincsen valami Armor of Contemptje vagy hasonló csökkentése. Tehát a terminátoroknak, úgyhogy minusz túlunjuk van, meg Armor of Contemptet rájuk, az AP 2, amit ilyenkor kapnak, vagy AP 3, hogyha evit nézzük, nem feltétlen bántja őket még mindig. Hogyha ez pedig egy 12-es távtenszű járműre próbálja meghasználni, az nem lesz túl effektív. Nem lesz annyi kritikus. Nem igazán, és konkrétan ő jött szembe, és kopott el rajtam. Az utolsó körben viszont sikerült egy taktikai manővert csinálnia, az, hogy valahova jó messzire ledropolt egy hók egységet, aztán a stratagemmel még egyszer mozgatta őket, lövés után, amihez nem kell ténylegesen lőnie. Úgyhogy az... Fire and Fate, az csak azt mondja, hogy a fázis végén mozogsz egyet, tehát nem az van, hogy lövés után. Lövés. Ez a legtöbb tusznak az van, hogy lősz, és utána mehetsz valahol. Igen, egyébként Seraphnak. VTC-n ezt most úgy rúlolták, hogy ezt akkor is meg tudja csinálni, hogyha ténylegesen nem lőtt. Érdekes. Igen, nálunk ez nem lesz így. Akkor szerintem is odafigyelni, amikor metában játszottam. Igen, szóval ezzel sikerült visszahozni a pontokat, mert egyszerre lett neki egy capture enemy outpost, egy... igen, tehát hogy foglalta a home objektívámat. Nem behind volt, hanem storm hostile. Elvette tőled, igen. És még a primary-n is ugye írt ezzel, mert ő volt a második játékos. Szóval végén így visszabillentette, és így 11-9 lett neki, de a többiek meg ezt is lehozták, úgyhogy ezt is megnyertük. Ez is egy win volt. Igen. Csak úgy jött ki végül a két lose, az egy döntetlen. Meg igen. Azt mondom, hogy tehát, hogy ez a papírforma, amit most már a saját csapatunktól elvárunk, tehát ugye az 50% az kijöjjön, és ez most megint sikerült. Viszont, ami örömhír, hogy a harmadik magyar csapat, akinek most a képviselője nincs itt,
Ők viszont az eddigi legjobb 24-ek lettek, ami hát mondjuk nem a legjobb eredmény, de a legjobb eredmény úgy, hogy 70 akárhány csapat volt. Viszont három winnel zártak, és három winnel egy döntetlen? Hát arról emlékszem, a 24. helyen is emlékszem, mert posztoltam folyamatosan az eredményeket. Vagy két lose, három win, vagy három win, egy lose, egy döntetlen, de... Viszont majd megkérdezzük a Csaszit meg az Ádámot, hogy szeretném egyszer meghívni, és akkor hogy ők is játszanak egyet. Rakják ki egy viszkit az asztalra, és ide jönnek mindketten. Látjuk, viszki az van egy párat fönn, úgyhogy majd valahogy becsábítom őket is. Összességében a csapatversenyt jobban élveztem, annak ellenére, hogy hasonló mérleggel zártam. Viszont egyszerűen jó volt ott is játszani az emberekkel. Tényleg nem emlékszem, hogy volt a második ellenfel a csapaton. Teljesen mindegy, nem érdekes. És még felvétel sincsen róla azról, tehát hogy igen, lesz majd egy kis videó összefoglaló, amit csináltam, ugyanúgy, mint tag vagy. Viszont a csapatverseny első napján, az első kör sorsolása után szólt a telefonom, hogy bocs, de megtelt a memória. Úgyhogy estig, amikor egy kicsit tudtam rajta takarítani, így már nem volt felvétel, mert a maxima culpa. Szerintem ettől függetlenül jól, a múltkorit is nagyon szerették a nézők, mert teljesen más, amikor beszélgettek róla, meg amikor látjátok is a dolgokat. Virágtól is kaptunk egyébként fényképeket, azokat most láthattátok a videó alatt, amikor te beszámolók mentek. Úgyhogy... Meg bele lehet keverni a másikba is, hogyha úgy alakul. Persze, úgy lesz, akkor simán megoldjuk. Bármi más olyan, amit még sztorit, vagy érdekességet, amit még elmondanátok, vagy valami vicces történet, vagy valami, ami nagyon tetszett, és eddig még nem volt szó róla. Hát egyrészt, hogy jó tippeket kaptak a második napra a cég. Igen, az első ellenfelünk volt az, akivel ti már játszottatok. Igen. És a Winner Switzerland nagyon jó. Igen. Meg ami nekem tetszett, hogy a koliból meg volt oldva, hogy busz vitt ki a helyszínre, az egyébként ez is tök jó ilyen kis megoldás volt. Igen, mert ez a helyszín, amit mondtuk, hogy lecseréltek, ez már nem ott a városon belül van, ami hát... Gyakorlatilag az egyébként, a sportcsarnok az egy sétatávban volt a kolitól. Gyakorlatilag nem is kellett olyan messzire menni, mint a buli helyre. Hanem ez konkrétan a szomszéd faluban volt már, tehát hogy jött átmenni kétszer a Murán, meg ilyenek. De mennyi 5 perc autóval? Nem volt csak igen. De igen, tehát hogy megoldották azt, hogy ki lehessen buszoztatni az embereket. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez akkora kihívásnak nem számít náluk, mert hogy Kevin, az egyik szervező, a helyi ügyész. Tehát na, így... de meg kell szerezni a helyi ügyészt. Igen. Ja igen, megint kim volt a polgármester. Megint mondott egy szép, hosszú beszédet. Csapatverseny első napján. Ez már szinte hagyomány ott. És hagyomány az, hogy megpróbálunk így szépen úgy tenni, mint hogyha érdeklődést tudnánk mutatni. Volt tűzijáték. Ó, és volt tűzijáték. Gyakorlatilag felvonult a teljes második kádiai ezredés, hogy szépen kívül tározott, de... Alkoholfogyasztás, így félve kérdezem meg. Hát nekem az első nap volt, mert utána... Igen. Jó, ez diplomatikus volt. A második nap utána én már vezettem, aztán nekem már nem lehetett, mert... Utána egy másik szállásra kerültem a srácokkal, és akkor oda csak autóval tudtunk fel lejárni, így akkor sem is kimaradt. De amúgy első nap azért bekoltottam. A buli része is megvolt a történetnek, nem csak az asztal mellett, hanem a söntés mellett. Igen, igen. Van, azért este a szálláson azért bekoltottam, jó, nem olyan sokat, csak óvatosan, hogy másnap tudunk játszani, de jó volt. Jó van, bármi, amit tanácsolnátok esetleg olyan embereknek, akik is terveznek ilyenre menni, csak valamitől tartanak, nem beszélnek annyira angolul. Meg nem olyan jó a skilljük, és azért embernek meg jó megverik őket. Gyertek, tehát, hogy ez tipikusan egy olyan hely szerintem, ahol még a vereséget is lehet élvezni. Tudom, ez paradoxul hangzik, meg valakinek ez így egy lehetetlen esemény, de nem, tehát tényleg jól lehet magunkat érezni, hogyha nem találkozunk a gyökerekkel, de ez sajnos itthon is elő szokott fordulni. Gyertek, az ne tartson vissza titeket, hogyha mit tudom én, nem vagytok perfektek angolból,
vagy esetleg a játékotokat nem érzitek a top 10-nek. Nagyon jól lehet attól magatokat még érezni, új emberekkel találkozni, a helyszín az így fantasztikus, meg az az élmény, hogy tehát nem 10 emberrel játszol, hanem 100-zal, 300-zal. Hatalmasat hozzá tud adni az egészhez. Egy nyelvgyakorlásnak is jó egyébként. Az. Igen, hát igazából szerintem még akár azt se tartson vissza senkit, hogyha nincsen festettsége. Egyrészt egy hittel ki lehet festeni olyan sok mindent, másrészt meg azért már szerintem van elég ember, akinek van olyan sereg, amit esetleg fel is lehet, kölcsön is tudunk adni, meg minden, szóval én ajánlom mindenkinek, nekem egy hatalmas élmény volt, én nagyon örülök neki, hogy végül bevállaltam mind a singles, mind a team, mert nekem nagyon jó volt. Igen. Hozzá kell tennem azért, hogyha egyénire és csapatra is jöttök, ott azért egy kis állóképességet, azt hát az érdemes magatokra szedni, mert négy nap alatt 10 csata, igen, az azért nem mindenkinek. És az kicsit. Az segít. Az sokat segít egyébként, főleg, hogy ugye a singlenek előbb van vége, mert ugye a második nap csak két csata van, kivéve, hogy ha annyira jó vagy, hogy bekerülsz a topkádba. Mondjuk így, hogy nem voltak olyan illúzióink, hogy az bármelyikünket fenyeget. Szóval ott nyugodtan el tudtok menni a városba, gyönyörű hely egyébként, tudtok nézelődni, be tudtok ülni egy bármilyen nemzetiségű szórakozó helyre, esztek, isztok, az árak nincsenek elszállva, még hazai... Ez mondjuk még fontos volt. Még hazai mércével sem. Uh-huh. És mondjuk azt, hogy a hazai ízek jönnek szembe, tehát ezért volt egy kicsit problémám, tehát hogy anyámnak vettem egy doboz, hát helyi különlegesség bombont. Apának nem tudtam mit, mert hogy a helyileg gyártott sör, a gösszer, tehát itthon is azt a szart isza, úgyhogy problémás. Jó, rendben van. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívást, és nektek pedig akkor megköszönöm a figyelmet. Ugyebár ez külön lesz adva, és ez hamar fog érkezni ez a videó, a betrepet pedig majd még top nyilván meg kell, hogy vágja, úgyhogy ez egy kicsit később fog következni. Itt viszont nálunk most azonnal következik, úgyhogy most elköszönünk, hozzuk a babákat, és mennek a hölgyek, urak az asztalra játszani. Sziasztok! Sziasztok!